Hangos sípszóval vette kezdetét az Éjjamának sportverseny, amelyet az Omnisz Alapítvány szervezett a fogyatékkal élők részére. A szervezet idén első ízben fogta össze a megyei fogyatékkal élő személyek ápolásával és gondozásával foglalkozó intézményeket. A jó hangulatú rendezvényre 8 intézményből közel 130-an érkeztek. Legfőbb célunk az volt, hogy egy maradandó élményt nyújtsunk nekik, hogy érezzék nagyon jól magukat, és egy együttműködés alakuljon ki, illetve új baráti kapcsolatok születhessenek. A mosolygó arcok és lelkes tekintetek láttán úgy tűnik, a szervezők elérték céljukat. Nagyon jól érzem magamat, és jók a feladatok, és könnyűek megcsinálni. Van, akinek nehezebb, van, akinek meg könnyebb. Vannak itt értelmi fogyatékosok, súlyos fogyatékosok, meg középsúlyos fogyatékosok. Van, aki gyorsabban meg tudja csinálni, van, aki meg lassabban. Ki, hogy van a fizikailag felkészülve, és úgy tudja megcsinálni a saját maga módján. Nyíregyháza önkormányzata kiemelten foglalkozik a fogyatékkal élőkkel. A szervező alapítvány pályázatot nyújtott be a Köznevelési és Kulturális Bizottsághoz, amely anyagilag járult hozzá a rendezvény sikeres megvalósításához. Ha be fognak menni és látják ezeken a fogyatékkal élő fiatalokon, hogy milyen mosollyal és sugárzással és önfeledten várják a sportversenyek elkezdését, akkor az a boldog szempár mindent elmond. És azoknak az intézményeknek, akik ezek ilyen fiataloknak fölvállalják a mindennapjait, a navigálásukat, a megtanításukat, hogy az életben ők is megleljék a helyüket, akkor nincs miről beszélni. És ehhez az önkormányzat, a Nyíregyháza megyőgúváros önkormányzata, hát hogy ne asszisztálna. Minden ilyen rendezvényt támogatunk és segítünk ott, amiben csak tudunk. A sportversenyt követően kézműves foglalkozások, táncos mulatság és Puskás Jucus énekesnő színvonalas produkciója szórakoztatta az esemény résztvevőit.